Felfüggesztették állásából és fegyelmi vizsgálatot indítottak a Földesi Általános Iskola kémia tanára ellen. A pedagógus bántalmazta egyik diákját. A tanár, aki egyben az Önkormányzat Gyermek- és Ifjúságvédelmi Bizottságának elnöke, elismeri, hogy hibázott. Ilyen büntetésre azonban nem számított. Órára igyekeznek a diákok a Földesi Általános Iskola udvaráról. A fiatalok nem csak a becsengetés miatt sietnek ennyire, a kamera láttán ugyanis pillanatok alatt szétszélettek a beszélgető társaságok. Nem szívesen beszélnek arról, hogy a múlt héten egyik társukat megverte az iskola tanára. Annyit azonban elmondtak, hogy a bántalmazott fiú Balogh Norbert nincs az iskolában. Stábunk felkereste a Balogh családot, ahol csak az édesanyát találtuk otthon. Mint mondta, a fia épp a temetőben van a nagyapja sírjánál. A sérülések miatt ugyanis még rosszul érzi magát, ezért nem ment iskolába. Az asszony elmondta, a 14 éves gyermekét bántalmazó pedagógussal éveken keresztül kitűnő volt a viszony, ezért nem érti, miért verekedett a tanár. Tiszteltük, becsültük, mert a lányomat azt birkozni tanította, a fiamat meg nagyon jól tanította, de hogy akkor mi lelte, nem tudom. Azt mondja, hogy pillanatnyilag elborult az agya neki akkor, mikor a gyereket jól elverte. Lepejelte kétszer. És akkor meg is ölhette volna, én azt mondom. És én azt kértem, hogy hát mentsék fel, addig még legalább még ez az ügy tart, addig ő a környékre nem menjék az iskolának, mert nekem még két gyerekem jár ezen kívül iskolába. Kisvártatva megérkezett a bántalmazott fiú is. Azt mondta, azért nem ment iskolába, mert még nem mert társai szemébe nézni. A gyerek úgy érzi, a veréssel megalázta őt a tanár az osztálytársak előtt. A fiú elmondása szerint összeszólalkozott a folyosón egyik iskolatársával, aki megfenyegette a húgát. Ekkor avatkozott közbe a tanár. Kimentem az udvarra, jött Pércsimre. Azt mondta, hogy miért kötekedek mindig, de verekedés nem volt. Szóval mondta, hogy miért kötekedek mindig. Azt én mondtam, hogy én nem kötekedtem most, hogy csak mondom, be akarta venni a húgomat. Azt elkezdő, hogy meg fog büntetni, álljak a tábla alá. Azt mentem befele, azt mondtam, hogy majd elkapom még ezt a Bélát. Akivel kötekedtem, azt ő odajött, gyököllel szájba vágott, utána a fülemtől fogva bejavított, megfejelt kétszer, aztán így térdre estem, azt még ott is vert, vérzett a szám, és úgy hazajöttem. A fiú és családja egybehangzóan állítja, nem ez volt az első eset, hogy a kémia tanár megvert valakit. Elmondásuk szerint az erős testalkatú pedagógus korábban testnevelést tanított, és már akkor is bántalmazta a diákokat. Így hallottam, hogy megtörtént, így mindenki beszélgetett, hogy mi történt, azt mondták, hogy fiúk is, hogy az apukájukat is elverte régebben, meg őket is így felakasztotta a szögre, azt úgy verte őket még ilyenek. Az eset felzaklatta a földesieket, ezért senki nem szeretett volna nyilatkozni. Nem nyilatkozok, én hagyjanak békén. Nem nyilatkozok. Nem nyilatkozok. Köszönöm, nem. Más azonban úgy vélte, jogos volt a tanár tette. Bár a konkrét esetről senki nem beszélt, úgy vélik, sok a neveletlen fiatal, akik időnként megérdemlik a verést. Annyit mondhat az ember, hogy az ifjúság, máma, a fiatalok borzalmasak. Például az én 85 éves vagyok, az én párom 91 éves lesz 13-án. A múltkor gyerekek telefonáltak a szomszédból, bűnhülyeinek, mindennek, megy az utcán, kukuk, ha nézi őket, vagy valami. Hát, szóval borzalmas, borzasztó azok a gyerekek, akik tanulnak, nagyon-nagyon el vannak kanászkodva. A diákot bántalmazó tanár a Földesi Önkormányzat képviselője, egyben a testület gyermek- és ifjúságvédelmi albizottságának elnöke. Az eset után a polgármester rögtön rendkívüli ülésre hívta össze a képviselőtestületet. 3 óra szám belül összehívtam a testületet rendkívüli ülésre. Egy első határozatunk, elhatárolódtunk ettől az eseménytől, elítéljük ezt az eseményt. Második, a képviselőtársamat, aki a Gyermek- és Ifjúságvédelmi Bizottság elnöke, a vizsgálati időszakára fölmentettük. Mivel az igazgatóasszony írásban rendelkezett, hogy nem tud fegyelmi biztos kinevezni, a jogszabályban előírt feltételeknek nincs megfelelő személy, testületünk azonnal döntött, és dr. Nagy Judit alpolgármester asszonyt, aki ügyvéd, bízta meg a vizsgálat lefolytatásával. A jogszabályban 5 nap áll rendelkezésre, hogy megkezdje munkáját. Alpolgármester azt, hogy másnap reggel megkezdte a munkáját, és a jogszabályban előírt határidőn belül el is végzi. A pedagógus nem csak a bizottsági állásából függesztették fel, a gyermekverés óta nem taníthat az általános iskolában. Telefonon megkerestük az ügyben érintett tanárt, aki addig nem nyilatkozik, amíg le nem zárul a vizsgálat. Interjún kívül elmondta, aznap ügyeletesként dolgozott, amikor meglátta a folyosón verekedő diákokat, köztük Balogh Norbertet. A tanár szerint Balogh Norbert sértő megjegyzéseket tett rá, amitől ő ideges lett és lefejelte a gyermeket. Elismerte, hogy hibázott, azonban ilyen súlyos büntetésre nem számított.
Egyelőre nem lehet tudni, hogy ki dönthet arról, visszahelyezik-e állásába a felfüggesztett pedagógust. A diákot bántalmazó tanárnak ugyanis az iskola igazgatónője a felesége. Ezért valószínűleg fegyelmi bizottság hozhat döntést ebben a kérdésben. Erre azonban csak a vizsgálat befejeztével kerülhet sor.